Ilyen és ehhez hasonlatos gólokat gyakran kapott a pirosmezes fekete gólyák KC a rózsaszín szerelésben pályára lépő vendég Balatonboglár ellen még az első fél időben. Egyébként már ebben a játékrészben megmutatkozott a szekszárdiak nagyobb játékereje, a fiatal játékosok közötti képzettségbeli különbség, de az egyéni és az együttes csapat védekezése valahogy nem igazán állt össze még ekkor a gólyáknak. Így ennek tudható be, hogy csak 4 gólos különbség volt a két csapat között az első játékrész végén. Nos, ezt már mint a védekezést kellett rendbe tenni a második félidőben, ami sikerült is, így gyors indításokból, létszámelényes helyzetekből is gyakrabban szerezhetett gólokat a hazai csapat. De az sem volt gond, ha visszaérkeztek és létszámban megvoltak a balatonbogláriak, mert Nagy Szilvia, Fehér Tímea irányító, illetve átlövő dúó mellé fölnőttek a többiek is. Ha középen Tóth Barbarára a beállóra zártak a somogyiak, akkor a szélen keletkezett rést kihasználva szerezték menetrendszerűen szinte a gólokat a szekszárdiak. Ennél az akciónál Szolnoki Nóra tette fel arra a bizonyos írápontot. A játékbeli, sebességbeli különbség ekkor már kiütközött, több boglári kézilabdásnál már erőléti gondok is akadtak a második félidő közepe felé. Így a félidőben csak 4 gólos szekszárdi előny megtéplázódott a végére. A befejezésekben a 8 gólig jutó Fehér Tímea jeleskedett, aki sokszor bátor egyéni betörések után is szerzett fontos gólokat, és meg annyi gólpasszával tevékenyen hozzájárult a 13 gólos 34-21-es szekszárdi győzelemhez. Az elején még nem állt össze se a támadás, se a védekezés, de úgy érzem, hogy a második fél időre összekaptuk magunkat, és sikerült egy kis lendületet belevinnünk. Úgy gondolom, hogy inkább mi hibáztunk, nem pörögtünk föl még az elején kellően, de igyekeztünk ezzel javítani. Mindenképpen szeretnénk dinamikusan játszani, és könnyű gólokat szerezni, ha van rá lehetőségünk. A második félidőbeli védekezés és ez a lendületes játék, ami hétről hétre még összeszedettebb is lehet, a fekete gólyák balátlövője szerint jó alap ahhoz, hogy a közép és az MB2 meghatározó csapatai ellen is győzelmeket szerezzenek. A PAC mindenképp az egyik legnagyobb riválisunk lesz, de még rajta kívül a Kazármislány vagy a Veszprém. Idegenben is mindenképp a győzelemre fogunk törekedni. Az MB2 megnyeréséhez mindenképpen szükséges a felsorolt csapatok elleni rangadók jelentős részét megnyerni, akár itthon, akár idegenben. Az új bajnokság első két fordulójában a nagykanizsai Tungsram és a Balatonboglár ellen kötelező volt a nagy különbségű győzelem a fekete gólyáknak, amit a csapat becsülettel teljesített is.